Sziasztok, Freddy vagyok, egy filmbarátok Expresszel egy Netflixes sorozatról beszélnék röviden, egy dokumentumfilm sorozatról, milyen meglepő. István hallgatónk küldte be nekem, hogy tudja, hogy én szeretem ezt a műfajt, és a sport dokumentum sorozatok sem állnak tőlem távol, úgyhogy elküldte ezt a sorozatot, amiről egyébként nem hallottam, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elküldte. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy Losers, vesztesek. Ennyi. Na hát miről szólhat ez ilyen témánál? Olyan sporttörténetekről szól, ahol valamiféle kudarc játszik nagy szerepet. Erről mondjuk vitatkoznék, de itt akkor a későbbiekben kitérek rá. 8 darab epizód jelent meg az első évadban, ezek mind 2019 márciusában jelentek meg. Nem tudom, hogy lesz a második évad, de most akkor az elsőről beszélnék röviden. Tehát ahogy mondtam, 8 rész van. Az első például egy box történet, ahol egy fickó úgymond belekényszerül, hogy boxoljon, holott rohadtul nem akar, és az amatőrök között nagyon jól halad, és aztán úgymond így családi nyomásra bekerül a profik közé, és rögtön egy ilyen vadállathoz kerül, és hát totál be volt szarva a fickó, és hát kiderült, hogy valamilyen csodának köszönhetően megnyeri azt a meccset, és tehát abban reménykedett, hogy nem sikerül, és ott hagyhatja az egészet, de ugyan belekényszerült, mert rögtön egy ilyen címmérkőzés volt, és kénytelen volt megtartani az övet, és holott nem volt egy nagy box tehetség, és hát ezt a történetet láthatjuk, hogy hogyan alakul azután a karrierje. Ez egy egész jó rész volt. Az én favoritom a második epizód, amely egy kis brit foci csapatról szól, a Torquay United. Ezzel egyébként még játszottam is a Sensible Soccerben, ezzel a kis klubbal, mert próbáltam a lehető legrosszabb klubot felépíteni a BL győzelemig, és ez pont az volt, úgyhogy nekem nem volt teljesen ismeretlen ez a klub. Nos, ez egy olyan csapatról szól, amire tényleg el lehetett mondani, hogy losers, ha minden évben a totális kiesés ellen játszottak, és egy nagyon fontos találkozón történik egyfajta incidens, ami egy egészen hihetetlen sztorivá fajul. Nagyon vicces ez az epizód, úgyhogy ha valaki csak egy részt akar megnézni, akkor ez legyen. Amit még nem mondtam ezzel a sorozattal kapcsolatban, hogy ilyen tipikus ilyen talking head-ek vannak, tehát hogy az érintettek beszélnek, archív felvételek vannak bevágva, de amikor olyan van, hogy egy bizonyos jelenetet ábrázolni kell, amiről nincs felvétel, akkor ilyen nagyon jópofa animációkkal mutatják azt be. Úgyhogy a tálalás az nekem speciál tökre bejött. A harmadik rész egy francia műkorcsolyázó nőről szól, akinek rettenetesen jó atlétikája van, tehát az atlétikuma az páratlan, de nincs olyan kisugárzása, amit elvárnak így a műkocsolyás lányoktól, úgyhogy soha nem jut az arany dobogóig ilyen nemzetközi bajnokságokban, és hát ezt láthatjuk, hogy boldogul valaki, akinek úgymond megvan a saját koncepciója a sportról, és nem akar becsicskulni úgymond a bíráknak. Ez is viszonylag érdekes volt. A következő egy curlinges történet, és sajnos pont annyira uncsi, mint amennyinek hangzik így az elmondás alapján, ez így annyira nem győzött meg, hogy egy fickó hogyan változtatja meg úgymond a curling íratlan szabályait. Na itt speciál nem nagyon éreztem, hogy miért loser a történetnek a neve, vagy a sorozatnak a címe, mert ez nem kifejezetten loserekre val ez a fajta történet, amit itt látunk. Ez igaz a következőre is, egy ultramaratonista, egy nem is tudom melyik sivatagban, melyik afrikai sivatagban csinálnak egy ilyen elképesztő maratont, és eltéved, és hogyan vergődik a sivatagban napokig, hetekig is akár. Tehát egy egész komoly élethalál harc van ott a sivatagban, hogy hogyan élje túl, ahogy próbálják keresni, már rég halottnak nyilvánítják, meg a saját pisiét kell innia, meg ilyenek. Ebben sem tudom, mi a loser. Tehát ez a fickó, ez egy istenverte hős, hogy így kihúzta meg minden.
Nem teljesen értem. Tehát ebből lehetett volna csinálni egy kis rövid dokumentumfilmet, de nem ilyen címmel, hogy Losers. A következő történet szintén ilyen, hogy van egy ilyen kutyaszán verseny Alaszkában, ahol egy nő sok-sok éven keresztül mindig részt vesz, viszonylag sikeres is, tehát ha jól emlékszem, talán csak egyszer nyeri meg, vagy valahogy így volt. De nem az a fajta ember, aki állandóan megnyeri évről évre, de szóval sikeres, tehát nagyon kedvelt is. És az egyik ilyen versenye történik egy incidens, hogy megpróbálják őt, illetve a kutyáit, meg más versenyzőket is úgymond szabotálni, egész konkrétan majdnem elütik őket egy ilyen motoros szánnal. Ezt sem értem, miért Losers? Tehát ez egy inkább ilyen krimi történet. Annyira ez sem jött be ez a rész. A következő kettő már jobb. Az utolsó előtti a Blackjack epizód, ahol egy igazi kosárlabda tehetség látható, akinek olyan istenata tehetsége van, hogy így néztem, tehát az epizód rögtön úgy kezd, hogy kb. Minden ével zsonglőrködik egy kosárlabdán. És így azt hittem először, hogy ez valami trükk, vagy nem tudom, CGI, vagy akármi, de rohadtul nem. Tehát egyszerre öt labdával zsonglőrködik, vagy hogy volt, elképesztő. És mindenki látja benne, hogy ez egy NBA sztár, csak a fickónak olyan hozzáállása van a profi sporthoz, hogy egyszer nem összeegyeztethető. Tehát egyik klub sem tudja megtartani, késik, alpári, állandóan dükkitörései vannak, meg ilyenek, és úgy szerzi meg végre az örömet a sportágban, hogy elmegy ez ilyen labdazsonglőrökhöz, tehát ez a Harlem Globetrotter. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon inspiráló kis történet, ez tetszett. És az utolsó, ez egy golf történet, hogy a British Open, ez a világ egyik legnagyobb golf tornáján, ott egy abszolút senki, tehát egy francia versenyző, aki hazai szinten úgy egész jó, de nemzetközileg nem nagyon jegyezték, nem is nagyon tudták kicsoda. Egyszer csak megjelenik, és így dominálja az egészet. És az utolsó fordulóig egy óriási előnye van, tehát három ütés, nem értek a golfhoz, de így próbálom viszontadni, amit ott mondtak. Tehát három ütés előny az már szinte biztos győzelem. És ez a fickó, ez olyan szintű baklövésbe kezd az utolsó fordulóban, hogy nem tudom én, a bunkerbe, a homokba lövi, utána a vízbe, meg ilyenek, tehát teljesen szétesik ez a fickó, és végül nem nyeri meg. És hát jó, itt el lehet mondani, hogy losers, de nem igazán érte meg tragédiának szerintem ő sem, mert tényleg annyira esélytelenek nyugalmával ment oda. Úgyhogy ez is egy viszonylag jó történet volt. Ezek a sztorik szerintem meg lehet nézni, egyik sem nézhetetlen rossz, de vannak a gyengébb és erősebb epizódok. Úgyhogy mondom, ha mondjuk három részt kell mondjak, hogy azt nézzétek meg, akkor az első a Miscast Champion, a második The Jaws of Victory, ez a legjobb, illetve talán a Blackjack-et mondanám az utolsó előtti, ez a kosaras. Úgyhogy aki szereti az ilyet, megtalálja Netflixen, és jó szórakozást hozzá, sziasztok!